bővülő kamerarendszer. A biztonság érdekében egy forgó és 7 fix kamera pásztázza a Szürcsapó utcai társas üzletház környékét. Tudományos labor. A legmodernebb eszközök segítségével tanulhatják a biológiát, a kémiát, a fizikát és a földrajzot a Bolyai iskola diákjai. Nagy háborús emlékév. Közel 30 programmal emlékeztek 2014-ben az első világháború kitörésének 100. évfordulójára Szombathelyen. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Peszenhoffer György. Jó estét kívánok! Térfigyelő kamerákat szereltek fel a Szürcsapó utcai társas üzletház környékére. Az itteni presszó és bolt környékén rendszeresen történtek rendbontások, sokszor italoznak, hangoskodnak, ami zavarta a lakókat. Mostantól egy forgó és 7 fix kamera pásztázza a környéket. A Szürcsapó utca 2-4 szám alatti üzletház környékén lakók sokat panaszkodtak az itteni rendbontásokra. Ennek a térségnek a problémái, biztonsági helyzetben megoldódott. Puskás Tivadar polgármester elmondta, a most átadott kameráktól a közbiztonság javulását várják. A kamerák képeit a közterületfelügyelet irányító központjában figyelik és rögzítik. Ha szabálysértést észlelnek, hangszórókon keresztül felszólítják a rendbontót. 1,5 millió forintot lehetett költeni olyan kamerarendszer kiépítésére, ami szinte az egész területet belátja, benne a szolgáltatóház alagút rendszerében is, mellette is, hiszen egy forgó és 7 fix kamera került beépítésre. Én bízom benne, hogy ezen a területen egy picit javulni fog a közbiztonság. Nem egy ember keres meg egyébként nap mint nap a fogadóóráimon kívül is azzal, hogy komoly közbiztonsági problémák vannak például itt. És bízom abban, hogy a jövőben támogatni fogja a városvezetés azokat a javaslatokat, amik például arra vonatkoznak, hogy a Váci szolgáltatóháznál is legyen kiépítve ilyen kamerarendszer, aztán a későbbiekben a Dómusznál. A rendszer kiépítéséhez az itteni vállalkozók is hozzájárultak. A lakók üdvözlik a fejlesztést. Ezt a rendszert, hogy ideépítették, ennek szívből örülök, mivel testvérem itt lakik a Szürcsapó 8-ba, és ő rendszeresen panaszkodik, hogy itt vannak a részegek, a hajléktalanok, itt a bolt környékén elvégzik a szükségletüket, részegek landalíroznak. A Bűnmegelőzési Bizottság elkötelezett híve a térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztésének. A következő a Szalézi téren kerül felszerelésre, az a bizottság forrás biztosít rá, továbbá 3-at a közterületfelügyelet forrásából kerül biztosításra, és a 3. ajándék a belügyminisztériumnak az ajándéka, ami 14 milliós forintot biztosít ennek a célnak a fejlesztésére. A jövőben a Zanati úti hajléktalan szálló környékén, az Éhen Gyula téren és a Berzsenyi téren is kamerák vigyázzák majd a szombathelyiek biztonságát. Befejeződött a téli felkészülés időszaka a Szovánnál és a Magyar közútnál. Felhalmozták a sikosságmentesítéshez szükséges sót és érdesítő anyagot, megvizsgálták a gépek állapotát. Egyelőre enyhe a tél, mindössze 3 alkalommal kellett Szombathelyen utakat sózni. 500 tonna sót raktároznak a Szova Körmendi úti telephelyén. Ahogy fogy, úgy pótolják majd a szükséges mennyiséget. 250 km úthálózat téli karbantartását végzi a cég Szombathelyen. A Csaba utcai felüljáró, az Oladi kilátóhoz vezető szerpentin és a Paragvári utca egyes részei a legkritikusabb szakaszok. Havazás és fagyás esetén ide vonulnak ki először. Hófogó hálókat helyeztek el a külső Rumi úton, és szükség esetén 25 munkás végzi kézi erővel a hóeltakarítást. A gépek darabszáma 16-ra tehető, amivel mind a széles útfelületeket, illetve hát a járdákat, kerékpárokat tudjuk adott esetben sikosságmentesíteni, illetve a hóeltakarítási munkálatokat tudjuk elvégezni. Szerződéseket kötöttünk alvállalkozókkal is, akik általában olyan gépekkel rendelkeznek, amivel a hóeltakarítási munkálatokba tudnak számunkra segíteni, ugye főleg a parkolóknak a hóeltakarításába. A Magyar közút 1550 km úthálózatot kezel a megyében. Kátyúzás, kaszálás, hófogó kihelyezése, a gépek felülvizsgálata és a szóróanyagok beszerzése is része volt a téli felkészülésnek, mondta el Szombathely Ma című közéleti magazin műsorunkban a megyei igazgató. 2-vel több a gépünk, mint az előző télen volt, ugyanis a Szombathely Vád szakasz belépésével sikerült ide 2 plusz gépet kapnunk, és ezeknek a feladata az lesz, hogy Szombathely és Szeleste között csak ők fogják folyamatosan takarítani az utat.
Összesen 58 olyan gépünk van, ami téli feladatokat tud ellátni. Egész évben 24 órás ügyeletet működtetnek, amit a téli hónapokban megerősítenek. A közút.hu és az útinform.hu weboldalakon friss információkat találnak az autósok. Az ünnepek táján enyhe, de esős idő ígérkezik. Új év környékére megérkezhet a hó. Mindegy 230 millió forintból új természettudományi labort alakítottak ki a Bújai iskolában. A beruházásnak köszönhetően a legmodernebb technikai eszközök segítségével tanulhatják a biológiát, a kémiát, a fizikát és a földrajzot a diákok. Az építkezés 2014 nyarán kezdődött. A cél az volt, hogy Öveges József tanításának mintájára élményszerűvé tegyék az oktatást. A gimnázium új szárnyában két labor, egy biológiai előadó, valamint egy üvegház, azaz egy állat- és növénytani bemutató terem kapott helyet. A beruházás a Kíváncsi Természet projekt keretében valósult meg, több mint 230 millió forintból. 350 négyzetméteres területen alakult ki tulajdonképpen egy természettudományi szárny, amelyik nem a múltnak, nem a jelennek, hanem a jövőnek a technológiáját próbálja nem csak az épület önmagában, a zöldtetővel, a környezettudatossággal sugározni, hanem azokkal az eszközökkel, amelyeket ebbe felhasználtunk. Az intézménynek Szombathelyen 6, vidéken további 5 partneriskolája van. A Bólyai iskola évek óta az országos rangsorban is a legjobbak között van, diákjai kitűnően szerepelnek hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken. A gimnáziumban kiemelt feladat a tehetséggondozás, a laborfejlesztés is ezt a célt szolgálja. Itt kollégáimmal egy nagyon komoly tananyagfejlesztésen dolgoztunk az elmúlt hónapokban. Új munkafüzetek készültek, kísérletek készültek, illetve egy tanári segédkönyv, hogy ne csak mi, hanem az a számtalan partneriskola is részesülhessen ebben az élményben, amit itt a Bólyai iskola tud most nyújtani. Puskásti Vadar köszöntőjében hangsúlyozta, hogy ez az új laboratórium azoknak a diákoknak is felkeltheti az érdeklődését a természettudományok iránt, akik még csak most ismerkednek ezekkel a területekkel. Az ifjúságot tanítani az azt jelenti, hogy a múltunkat megbecsüljük, mert van mit tanítani. Azt jelenti, hogy szilárdan állunk a jelenben, és van jövőnk. A gyakorló gimnáziumi jellegéből adódóan az új szárny jól illeszkedik a jövő tanárainak oktatásához. A jövőben szakmai továbbképzést is szerveznek a laborban, a Bólyai és az együttműködő iskolák pedagógusainak egyaránt. A 100 milliómodik lendkerék gyártása alkalmából szerveztek ünnepséget az LUK Szaváriában. 15 éves a diplomás közgazdászképzés a Szavária Egyetemi Központban. Karácsonyi összejövetel tartottak a Városházán. Szent Márton életét bemutató könyv jelent meg. Rövid híreink következnek. Mintegy 100 millió két tömegű lendkereket gyártott ez idáig a világon az LUK, ebből minden harmadik a Vasi megye székhelyen készült. Ebből az alkalomból rendeztek jubileumi ünnepséget a cég szombathelyi telephelyén. Mihály Reinig, a vállalat ügyvezetője hangsúlyozta, nagyon büszkék termékükre, hiszen ez a kuplunggyártó cégcsoport saját találmánya. Szakmai konzultációra hívta a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Szavária konzultációs központja a nagyobb cégek, intézmények, hivatalok képviselőit. 15 éves a diplomás közgazdászok képzése, ezt a hagyományt folytatni szeretnék, egyben meg is újítanák az oktatás rendszerét. Fábián Attila dékán arról beszélt, használható tudással rendelkező gazdasági szakemberek képzése a céljuk, amelyhez a vállalatok együttműködését kérte. A tervek szerint a jövőben cégvezetők is a katedrára állnának, továbbá gyakorlati helyet biztosítanának a hallgatók számára. Pogácsás Zsuzsanna dallal nyitotta meg a polgármesteri hivatal dolgozói részére rendezett karácsonyi ünnepséget, majd a Versmondó stúdió tagjai adtak műsort a Városháza nagy termében. Puskásti Vadar polgármester köszöntőjében a szeretet erejéről és a család fontosságáról beszélt. Kocka Tibor alpolgármester megköszönte munkatársainak a választás óta végzett munkájukat. Szent Márton Szavária szülötte címmel jelent meg Lőrinc Zoltán professzor legújabb kötete. Az ünnepélyes bemutatón Puskásti Vadar polgármester arról beszélt, hogy ez a könyv nagy segítségére lehet azoknak, akik szeretnék közelebbről megismerni a szent élettörténetét. A kötetet Tóth Csaba festőművész méltatta, szerinte a szerző az ókeresztény művészettörténet egyik legnagyobb magyar ismerője.
Premontrei gimnáziumban megtartott záró ünnepséggel fejeződött be a Nagy háborús emlékév idei programsorozata. Szombathelyen összesen 27 rendezvényt tartottak az első világháború hőseinek emlékére. Harangozó Bertalan kormány megbízott beszéde vezette be azt az ünnepi műsort, melyet a nagyháborús emlékév zárásaként rendeztek meg a Premontrei gimnáziumban. A színvonalas műsorról a házigazda oktatási intézmény, valamint a művészeti szakközépiskola diákjai gondoskodtak. Szombathely nevében Puskás Tivadar polgármester foglalta össze a jubileumi esztendő programjait, és köszönte meg a szervezők munkáját. Köszönöm szépen azt, hogy itt Szombathelyen olyan rendezvény sorozattal tudtunk ennek a háborús emlékévnek megfelelő és méltó emléket állítani, amelyben a helyi, a szombathelyi, a vasmegyei történelem is megjelenhetett. A szervezők eredetileg 16 programot terveztek a 2014-es esztendőre. Ehhez képest közel 30 különböző rendezvény kapcsolódott idén Szombathelyen a Nagy háborús emlékévhez. Amikor ezt az emlékévet megszerveztük, nem gondoltuk, hogy ennyire ki fog futni, és ilyen gazdag tartalommal tudjuk ezt zárni. Eredetileg a programfüzetünkbe 16 programot nevesítettünk meg, ami előzetes szervezés és biztosítás alapján történt. Közben a programok hatására más intézmények és szervezetek is csatlakoztak az emlékévhez. Jövőre folytatódnak a nagy háború centenáriumi megemlékezései. A különbség csupán annyi, hogy 2015-ben a Szavária megyei hatókörű Városi Múzeum lesz a programok gazdája. A jelképes stafétabotot Csapláros Andrea igazgató vette át attól a Jagadics Pétertől, aki idén irányította, fogta össze a rendezők munkáját. Egy évtizedes szünet után ismét a Haladás VS-e nyerte meg a súlyemelők országos csapatbajnokságát. A szombathelyiek több mint 20 pontos előnnyel utasították maguk mögé a második helyezett Kecskemét együttesét. Idén 5 klub kvalifikálta magát a súlyemelők felnőtt csapatbajnokságának országos döntőjébe. A Budapesten rendezett viadalra esélyesként utaztak a Haladás VS-e sportolói, és végül remek versenyzéssel megszerezték az első helyet. Pontosan egy évtized után került vissza a bajnoki aranyérem a zöld-fehérekhez. Számunkra nagy boldogság, 10 év után sikerült újra nyernünk felnőtt országos csapatbajnokságot. 10 éve ott vagyunk a szakosztályi pontversenyben az első, második, harmadik helyen. Idén ezt is sikerült megnyernünk 37 szakosztály közül, és mindig egy banánhéjon csúsztunk el a csapatversenyben, 10 éven keresztül, most összejött minden, egységes volt a csapat. Az Antalovics Ferenc és Márkus Erzsébet által felkészített együttes 3 női és 2 férfi versenyzővel vett részt a viadalon. A gárda végül 1752 Sinclair pontot teljesített, ami pontosan 20-szal több, mint a második helyen végző kecskeméti együttes produktuma. Nagyon erős csapattal indultunk, Feri bácsi sikeres csapatot hozott össze ebben az évben, és nem titok, hogy jövőre is el szeretnénk hozni az első csapathelyet. Nagyon jól felkészültünk erre a versenyre, mindenki kihozta magából a maximumot, és egy nagyon erős pontszámmal nyertük a csapatbajnokságot. A Haladás VS-e jelenleg mind női, mind pedig férfi vonalon kifejezetten jó erőkből áll. Amennyiben a gárda összetétele nem változik, úgy minden esélyük meg lesz arra jövőre, hogy megvédjék csapatbajnoki aranyérmüket. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!